első falat saját termelésű hársméz. Fantasztikus. Egyszerűen isteni. Igazi jó, erős, karakteres. Tökéletes. Váljék egészségetekre. Jó napot, sziasztok! Krisztián vagyok, és szeretnék innen a Zselicből bejelentkezni. Csináltam már egy videót az idevándorlás előtt, és most megígértem, hogy csinálok egy videót majd arról is, hogy hogyan alakul a hársvirágzás. Durván egy 10 napja jöttem ide, kicsit korábban, mint ahogy a virágzás indult, durván egy hete kezdődött el virágozni a hárs, és előre láthatólag még van benne jó néhány nap. A jövő hét közepéig azért elképzelhető, hogy lesz még nektár, úgyhogy raktam fel plusz fiókokat, a családokat átnéztem, lebölcsőztem, amelyik igényelte, hogy a plusz fiókot adtam nekik, aztán meg is kóstoltam a hársmézünket, egyszerűen isteni. Két héten belül már lehet majd kapni a piacokon, ahova járunk előre, láthatólag a Szimplába is, Széchenyi városba is, Ladánymenén is hozzá lehet jutni, meg majd az éppen készülőben lévő webshopunkba is meg lehet rendelni. Tényleg egy igazán isteni, markáns ízű, nagyon finom méze van. Miután itt majd elveszük a mézet a jövő hét folyamán valamikor, leszöktetjük a családokat, és úgy visszük haza a mézet, otthon pergetünk, és innen fogunk átvándorolni a Jászságba napraforgóra, a holnapi nap folyamán valószínűleg oda fogunk menni, és előkészítjük a terepet, megnézzük, hogy hogy áll a napraforgó. Úgyhogy így hirtelen ennyit szerettem volna csak mondani. Kellemes hétvégét szeretnék kívánni mindenkinek, hogyha van tapasztalatod a hársvirágzással, vagy bármivel kapcsolatban, esetleg ha szereted a hársmézet, akkor is, hogyha ide kommentelsz a komment szekcióba, ide írsz róla, azt megköszönöm. Jó, nyilván fogadom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót.